Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Rendkívüli közgyűlés, a rendőrségi feljelentés után most egyeztetésre készül az éjjel-szexárd. Még mindig sok élelmiszert dobunk ki, tudatos fogyasztással kerülhető el a pazarlás. Több szakember nem kapott behajtási engedélyt szexárdon, jogszabályváltozásra lenne szükség. Együttműködésre van szükségük, a projekt alapú oktatással az életre nevelik a diákokat. Rendkívüli testületi ülést hívott össze Ács Rezső szexárd polgármestere. A képviselők a közgyűlésen a polgármester előterjesztését egyhangúlag megszavazták, eszerint az uszoda kivitelezési szerződését meghosszabbítják. Az előterjesztésre az éjjel-szexárd tagok is igennel szavaztak, annak ellenére, hogy múlt héten szerdán Bomba Gábor, a frakció vezetője, rendőrségi feljelentést tett az ügyben, pedig másnapra beszéltek meg egy egyeztetést. A közgyűlésen Zsikó Zoltán, a szexárdi közművelődési NKFT igazgatójának menesztése is napirendre került. Tavaly decemberben kapta meg Szexárd önkormányzata azt a 180 millió forintnyi támogatást a miniszterelnökségtől, amit a temetői utak fejlesztésére nyert a város. Az új utak, valamint a közvilágítás kiépítését, a Béri Balog Ádám utca, az egyik élelmiszeráruház, a Tarcsai utca és az egyik barkácsáruház közötti területre tervezték. Oda még egy körforgalmat is építenének. Ács Rezső szexárd polgármestere egyeztetett a Magyar Közút megyei igazgatójával. Arra a megállapításra jutottak, hogy a projekt nem halad megfelelő ütemben. Ezért Ács Rezső a támogatási konstrukció módosítására tett javaslatot, amiben a feladat Magyar Közút részére történő átadása és a támogatás visszafizetése szerepelt. Erre szerintük az elhúzódott feladatok a jövőbeli csúszások elkerülése érdekében lenne szükség. A javaslatot a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen tárgyalta a város közgyűlése. Nem látom olyan a garanciáját, hogyha megtartja az önkormányzat teljes egészében saját tartási körben, bár így legyen, akkor ez a temetői feltáró út meg tud valósulni. Az éjjel-szexárd tagokból álló gazdasági bizottság azonban nem támogatta a támogatás visszafizetését és a feladatok átadását. A közgyűlés 7 igennel, 8 nemmel végül elutasította a forrás átcsoportosítását. Ezt követően a jelenleg is zajló szexárdi uszoda építése került napirendre Ács Rezső javaslatára. Szeptember 30-án ugyanis lejár a kivitelezési szerződésben szereplő határidő, amit az építésre határoztak meg. Annak érdekében, hogy legyen uszodája Szexárdnak, megállapodott a közgyűlés abban, hogy egyeztetnek a kivitelezővel. December 31-éig pedig meghosszabbítják a szerződést. Meghosszabbítjuk a szerződést, de a jobb folytonosság fenntartásával. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kivitelező sem, és az önkormányzat sem mond le semmiféle jogosítványáról, például a kötbérigény lehetőségéről, hanem egyszerűen azt a lehetőséget teremtünk magának, most december 31-ig hosszabbítottuk meg, azt a lehetőséget teremtettük meg ezzel, hogy le tudjuk folytatni a szükséges egyeztetéseket. A javaslatot mindenki megszavazta. A közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező éjjel-szexárd is. Annak ellenére tették ezt, hogy múlt hét szerdán Bomba Gábor frakcióvezető rendőrségi feljelentést tett az ügyben. Pedig másnap, vagyis csütörtökön Ács Rezső, ő és a kivitelező cég vezetői tárgyaló asztalhoz ültek volna, hogy megvitassák, miért halad lassan a beruházás. Bomba Gábor feljelentése után viszont a kivitelező lemondta az egyeztetést. Bomba Gábor és az éjjel-szexárd a mostani közgyűlésen mégis megszavazta, hogy kerüljön sor az egyeztetésre. Sőt, már arról is beszélt, hogy szerinte az úszoda megépítése több pénzbe kerül majd a tervezetnél. Ebbe egyet is értettünk, hogy a jogfenntartási lehetőség most az a megoldás, amivel december 31-ig ki tudjuk tolni a szerződést. Abban is megállapodtunk, hogy két héten belül találkozóra eljönnének, ahol egyeztetjük az álláspontunkat, és utána kerülne sor a kivitelezővel való egyeztetésre. Ezt követően Zsikó Zoltán, a szexárdi közművelődési NKFT igazgatójának menesztését tárgyalta újra a közgyűlés. Az előterjesztést Ács Rezső nyújtotta be, szerinte ugyanis felháborító volt az az eljárás, ami során az igazgatót néhány napja kirúgta az éjjel-szexárd frakció, majd a helyére a saját korábbi önkormányzati képviselőjelöltjüket, Márcsik Henriettát nevezték ki. Most viszont az éjjel-szexárd újra megszavazta az igazgató kirúgását. A szexárdi közművelődési KFT ügyvezetőnek, Zsikó Zoltánnak személyes adatok ügyvezető
tisztségviselő megbízását visszahívással megszünteti. Szekszárdi Közművédési Kft. Ügyvezetője Másik Henriettát, úgy szintén személyes adatok, 2020. szeptember 24 napjától 2021. január 31 napjáig terjedő határozott időre kinevezi. Illés Tamás arra a kérdésre nem tudott választ adni, hogy miért éppen Másik Henriettát, az Én Szekszárd korábbi önkormányzati képviselőjelöltjét nevezték ki a Szekszárdi Közművelődési NKFT élére, és miért nem pályázati úton oldották meg a vezetői kiválasztást. Szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort a közgyűlési döntésekkel kapcsolatban, de ő nem kívánt kérdéseinkre választ adni. Szeptember 29-én van az élelmiszerpazarlás elleni világnap, amikor a tudatos fogyasztásra kívánják felhívni a figyelmet, vagyis arra, hogy csak annyi élelmiszert vásároljunk, annyit főzzünk, annyit vegyünk a tányérunkra, amennyi elfogy. Ha pedig maradék keletkezik, azt igyekezzünk komposztálni vagy takarmányként felhasználni. Egy átlagos magyar 65 kg élelmiszert dob ki a szemetesbe évente egy felmérés szerint. Száraz, félig penészes kalács kerül a kukába, mivel emberi fogyasztásra nem alkalmas, így ez nem minősül pazarlásnak. Ám ha csupán száraz lenne a péksütemény, nem ez lenne a helyzet. Megkérdeztük a szekszárdi lakosokat, mit kezdenek a feleslegessé vált élelmiszerrel. Nem, amit tudok, felhasználok. Többen tudatos vásárlóként figyelnek arra, hogy ne képezzenek felesleges szemetet, és csak annyi élelmiszert vásárolnak a boltban, amennyire szükségük van. Feleslegesen nem vásárolunk. Annyit veszünk, amennyit általában elfogyasztunk, úgyhogy nálunk nagyon minimális az, amit kidobunk. Előfordult, hogy mondjuk a kuka tetejére rakott kizsámlét, hogy más esetleg elvigye, vagy nem. Egyéb formát? Nem, mert kenyeret meg abszolút nem. Én, ha veszek, akkor lehűtöm, mélyhűtőbe beteszem, és akkor mindig annyit veszünk elő, amennyit megeszünk, vagy csemlemorzsát csinálunk belőle, úgyhogy nem pazarolunk. Igyekszek úgy vásárolni, hogy elfogyjon az étel. Akadtak olyan lakosok is, akik minden élelmiszert igyekeznek felhasználni, és szinte semmit sem szoktak kidobni, mert a háziállatok etetésére kiválóan alkalmasak a maradékok. Van egy 80 kilós kutyám, 4 macskám, mindent megfőzök, mindent felhasználok otthon. Semmit nem dobok ki. Semmit nem dob ki? Nem. Tehát dobom, még a penészes kenyeret sem? Azt sem, mert csirkeim is vannak. Hát nem dobom ki. Van 2 szép kutyám, és az általában meg szokta enni. Semmit nem dob ki? Hát, valamit kidobok. Például? De alma, amikor megrohad a fáról, leszedem ilyeneket. De hús meg ilyesmit, az biztos, hogy nem. Magyarországon egyébként pozitív irányba változott ez a folyamat. 2016 és 2019 között 4%-kal csökkent a keletkezett háztartási élelmiszer hulladék mennyisége. Ez azt jelenti, hogy míg 3 éve 68 kg élelmiszer dobott ki egy átlagos magyar éves szinten, addig 2019-ben 65 kg-ot. Kassa Gyula, a Nébih munkatársa, a Maradék Nélkül program vezetője kifejtette, mi minősül élelmiszerpazarlásnak. Fölöslegesen vesznek, vagy fölöslegesen készítettük el, vagy fölöslegesen sokat tettünk ki a tányérunkra, vagy hagytuk, hogy megromoljon az élelmiszer. A nem elkerülhető élelmiszer hulladék, az pedig az élelmiszereknek azon része, amit élelmiszerként vettünk meg, de nem fogyasztható rész. Szeptember 29-én van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A paksi rendőrök befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy tolnai férfival szemben folytattak lopás miatt. Idén júniusban elloptak egy paksi telephelyről egy kis traktort és egy fahasítógépet. Az ellopott tárgyak értéke 1,5 millió forint volt. Az eljárás során a rendőrök látókörébe került egy 45 éves tolnai férfi, akit gyanúsítottként hallgattak ki, végül beismerte a bűncselekményt. Az időközben már értékesített mezőgazdasági gépeket a rendőrök lefoglalták és a tulajdonos részére visszaadták. Ezzel a sértetnek okozott kár meg is térült. A paksi rendőrök az ügyben a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték az illetékes ügyészségnek. Csak az adott utcában lakók számára adnak ki behajtási engedélyt Szekszárdon a jelenlegi jogszabályok szerint. Ezzel ellehetetlenítik a szerelők munkáját, mondta a híradónknak az egyik érintett. A szakember több fórumon próbálta beszerezni a szükséges okiratot, eddig nem járt sikerrel. Több 10 kiló szerszámot cipel magával egy-egy kiszálláskor Barna Sándor. A szekszárdi gázszerelő férfi rendszeresen kap megbízásokat társasházi lakásokban, mégsem hajthat be a lakótelepek parkolójába a szolgáltatás elvégzéséhez, mert a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Által kihelyezett közlekedési tábla ezt tiltja.
A városban található ilyen parkolókat ugyanis csak az ott lakók autói használhatják, ezért ha Barna Sándor egy-egy lakótelepi lépcsőház előtt áll meg, a közterületfelügyelet megbüntetheti. Barna Sándor azt mondja, a munkájához elengedhetetlen lenne a behajtási engedély, mert már többször megbüntették, miközben egy emeleti lakásban dolgozott. Pedig próbált segítséget kérni a lakóhelye körzeti önkormányzati képviselőjétől, az Éjjel-Szekszárdot képviselő Murvai Árpádtól, valamint az Éjjel-Szekszárd színeiben politizáló Faragó Zsolttól is. Találkoztam egy Faragó nevű képviselővel, sikerült beszédbe eljönni, neki is elmondtam a problémát, hogy jön a szezon, ez augusztusban volt, kéne nekem egy behajtási engedély ilyen területekre. Hát ő is bőszont jegyzetet, fölírt a telefonszám, még az engedés lefényképezte, tudja, mikor hívott vissza. Ezután felment a szekszárdi városházára, ahol azt mondták, hogy az engedély kiadásához össze kell hívni a közgyűlést. Azóta erre már többször is sor került, de ezt a problémát az Éjjel-Szekszárd képviselői sosem terjesztették elő. Barna Sándor szerint ez azt jelenti, az Éjjel-Szekszárd frakció nem veszi komolyan a helyi kisvállalkozókat, pedig nem csak ő küzd ezzel a problémával, több szerelő kollégája is panaszkodott már emiatt. Majd amikor esik az eső meg a hóba, gondolja a szerelő, majd a vállán, a táskában meg a szerszámos láda alkatrészre fog csaklatni? Röhely. És ez nem csak rám vonatkozik, hát létezik vízvezetékszerelő, villanyszerelő, egyik barátom az légkondi szerelő, beállt, ő is megkapta 30 ezer forintot, mert odaállt a nagy botárral, csinálta a légkondit, mire kiment, ott volt a csekk az ablakba. A közterületfelügyelők azonnali 30 ezer forintos bírságot szabnak ki akkor, ha valaki olyan lakóház előtt parkol, ahol csak az ott élők autói állhatnak. Barna Sándor egyelőre csak abban bízhat, hogy amíg nincs rendezve a vonatkozó helyi rendelet, addig nem kap ilyen helyről érkező megbízást. 894 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 26.461 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 765 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 19.806 fő, 773 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 265 koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Élvezik a gyerekek az új technikumi oktatási rendszert, mondta Feketéné Földesi Judit, a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumának közismereti tanára. A gyakorlatorientált oktatási mód nem csak a diákok, de a tanárok körében is népszerű, összefogásra sarkalja őket. Kis csoportos munka folyik a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumának 9. osztályában. Épp gazdasággal kapcsolatos memóriakártyákat készítenek, egyiken egy fogalom, párján a magyarázata áll majd. Ilyen játékos formában könnyebben tanulják meg a diákok például a közösségi szükséglet fogalmát. Az osztály másik fele a memóriakártyák előlapját tervezi. A szakképzés átalakulásával egy olyan új projekt alapú oktatás került előtérbe, melyet a közismereti tantárgyaknak is erőteljesen meg kell támogatniuk. Ilyen a magyar, a matematika és például az informatika is. A gyakorlatorientált oktatással új lendületet kaptak a diákok is. Azt tapasztaljuk, hogy a diákok szeretik ezt az újfajta oktatást. A tanároknak nyilvánvalóan egy teljesen új gondolkodásmódot kell magukévá tenni, egy teljesen új módszertant kell kialakítaniuk, és meg kell újulnunk. És hát ami a legfontosabb, hogy nagyon nagy együttműködésre van szükségünk. Hiszen egy gazdasági projekt elképzelhetetlen matematikai összefüggések nélkül, tehát meg kell találnia a kapcsolódási pontokat a matematika, magyar vagy történelem szakos tanárnak ahhoz, hogy a projektet előre vigyék, és a gyerekek élvezhessék a tanulást. A hagyományos oktatási rendszereket el kell felejteni, mondta a tanárnő, hiszen ezek a diákok már teljesen más gondolkodásmóddal rendelkeznek. Igénylik a tevékenykedtetést, igénylik a gyakorlatiasságot. Itt már nem arról van szó, hogy a mi fejünkből áttöltsük az ő fejükbe a tudást, hanem arról van szó, hogy gyakorlatban mutassuk meg nekik, hogy mit is jelent, és legyen egy termék, amit ott meg tudnak fogni majd a projekt végén. A tanárok is nagy feladat előtt állnak, hiszen ezt még nekik is tanulni kell. Feketéné Földesi Judit azt mondja, egyelőre úgy tűnik, bevált az új oktatási rendszer, de idővel a tanárok is ügyesednek, és a módszer is egyre hatékonyabbá válik majd.
Makovec Imre tervei alapján épülhetett Dombóvár egyik tere. Az építész nevét viselő alapítvány évek óta dolgozik azon, hogy az örökség megépült vagy előkészítés alatt lévő darabjait felújítsa vagy adott esetben felépítse. A művelődési ház előtti térre is készült ilyen terv, melynek átépítésére, amennyiben sor kerülhet, az állam nyújt pénzügyi fedezetet. Az alapítvány képviselői a lehetőségekről adtak tájékoztatást az önkormányzat ülésén. A kormány van egy kormányrendelet, Makovec kormányrendelet a neve, és évente körülbelül 1,5 milliárd forintot szán a Makovec alkotásoknak a megépítésére, felújítására, és ebből az összegből menne, tehát kormány támogatással, tehát ez nem érinti Dombóvár költségvetését. Második alkalommal érkezett meg a Blickpunkt kiállítás Tolnamözsre. A 2019-es képek versenye döntős alkotásaiból összeállított vándorkiállítás a magyarországi németek múltjáról és jelenéről szeptember 25-től október közepéig lesz látható a helyi művelődési házban. Az archív képek bemutatják a régi kor hagyományait, viseleteit és elődeink mindennapi életét. Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának elnöke Fülöp Mónika azt mondta, nagyon sokat segíthet ez a népismeret oktatásban a pedagógusoknak, és remélik, hogy minél többen megnézik majd a kiállítást. Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának egyik kiemelt feladata az, hogy a hagyományokat ápoljuk és tovább vigyük. Ebben nagy segítségünkre vannak az ilyen rendezvények, mint ez a Blickpunkt kiállítás is. Ennek a szerintem az elsődleges célja az, hogy a jelenkornak megmutassuk azt, hogy igenis él a német hagyomány, élnek a német hagyományok. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Mintegy 160 millió forintból zajlanak fejlesztések, látogatóközpontot is építenek a Mecsekben. Üzleti terveiket ismertetik az önkormányzati cégek, rossz döntések is nehezítik a helyzetüket az ellenzék szerint. Kígyózó probléma, lakhatatlanná vált egy igali ház a hüllők miatt. Mintegy 160 millió forintból valósulnak meg fejlesztések a Kelet-Mecsekben. A Baranya megyei és a Pécsváradi önkormányzat közös projektjének részeként a zengőkilátó már megépült, de hamarosan újabb létesítményeket hoznak létre a térségben. A Dombai tó mellett például kialakítanak egy látogatóközpontot. A program célja, hogy a környező kis települések látnivalóit összekapcsolják, ezzel egy komplex turisztikai célponttá váljon a Mecsek keleti része. Ez a létesítmény nemrég épült fel a Mecsek legmagasabb pontján. A zengőkilátó a maga 7 szintjével egészen a lombkorona fölé magasodik. Ez a beruházás része a Kelet-Mecseket érintő nagyszabású ökoturisztikai fejlesztésnek, amit egy 160 millió forintos uniós forrást a Baranya megyei, illetve a Pécsváradi önkormányzat nyerte el közösen. A nemrég átadott kilátó már most számos turista figyelmét felkeltette, azonban a fejlesztéseknek itt nincs vége. A Dombai tónál egy kis turisztikai látogató helyet hozunk létre, hiszen azt gondoljuk, hogy a Kelet-Mecsek van olyan gazdag természeti és épített környezeti értékekben, hogy mindenképpen egy komplex turisztikai fejlesztésbe kell gondolkodni. Aki meglátogatja az Engő legmagasabb csúcsát, ha szerencséje van a balatoni panorámát, a Badacsonyt is megcsodálhatja onnan, azután el tud látogatni a környező településekre, Pécsváradra, Hosszúhetényre, Mecseknádasra, Bányára. Emellett erdei túrák keretében fedezhetik fel az érdeklődők a Mecsek természeti világát. A Zengő kincse, a Zengőhegy ökoturisztikai fejlesztése elnevezésű projekt célja, hogy ezeket a helyszíneket még közelebb hozzák egymáshoz, és egy komplex turisztikai célponttá váljon az ideérkezők számára. Hogyan teljesítettek a pécsi önkormányzati cégek az idei első fél évben a COVID-járvány első hullámában? Milyen terveik vannak a következő hónapokra? Ezek a kérdések kerülnek elő ezekben a hetekben a Városháza szakbizottságaiban. A városvezetői oldalon azt mondják, jól végezték munkájukat a cégek a nehéz helyzetben is. Az ellenzéki oldalon viszont azt kivogásolják, hogy voltak olyan rossz döntések, amik tovább nehezítették egyes társaságok tevékenységét. Kedden újabb cégek vezetőit hallgatta meg Pécs gazdasági és pénzügyi bizottsága. Követelésállomány, mert mindenki ettől félt, ettől tartott a Covid időszakban. Szerencsére Érdemben nem nőtt. A lakossági állomány az 600 millió forint összegről 612 millió forintra nőtt. Ez a 2019 6.30 és a 2020 6.30 közötti. Ami nagyobb problémát jelent, hogy a közületi állomány a 104-ről 205 millióra.
Ezt mondta a PTEV igazgatója, Pécsi Távfűtő cég ezévi első felének gazdasági helyzetéről kedden. A Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottság előtt számolnak be az önkormányzati társaságok a 2020-as üzleti eredményeikről, terveikről. Az ügyvezetők és vezérigazgatók helytálltak, tehát a cégek működnek, fenntarthatóan működnek, és a többségük még némi pluszt is föl tud mutatni. Ebből a szempontból pozitív példa például a PTAV, aki nagyon jól tudott működni ebbe a covidos időszakba is, ugyanakkor azt látjuk, hogy a Tükebusz ZRT is képes volt pozitívba tartani az eredményét eddig. A Tettye forrásház helyzetét másképpen látja a pénzügyi bizottság ellenzéki elnöke. Szerinte a város vízszolgáltató cégénél voltak olyan városvezetői döntések, amelyek veszélyeztetik az eredményes működést. Célirányosabb rekonstrukcióra lenne szükség a következő időszakban, na most, hogyha viszont a cégből még ehelyett osztalékot vesznek ki, akkor azért az mindenképpen elgondolkodható, hogy nem az az irány, hogy a minél inkább jó és a lakosokat megfelelően szolgáló szennyvízési ivóvízhálózattal rendelkezzen a cég. Tehát ebből a szempontból is elhibázottnak tartottuk az önkormányzatnak ezt a döntését. Ugye személycsere is történt. Mint ismert, 200 millió forint osztalékot vett ki a pécsi önkormányzat a Tettye forrásházból, valamint elküldte az eddigi vezérigazgatót. Ezek a lépések Csizmadia Péter szerint ártanak a pécsi önkormányzat vízszolgáltató cégének. A városi cégek üzleti terveinek beszámolóinak meghallgatása folytatódik az önkormányzat szakbizottságaiban a jövő héten is. Kedden a PTAV, a Tettye, a Biokom, a Tükebusz és a Városfejlesztési Cég vezetői jelentek meg a bizottságok előtt. Lakhatatlanná vált egy igali ház, amelyet elleptek a siklók. Több melléképületet, a nyári konyhát és a fürdőt is el kellett bontani a gócpont kutatása során. A család a Dunadráva Nemzeti Parktól kért segítséget, a szakemberek azonban átmenetileg tehetetlenek, ugyanis a hüllők közben elvermelték magukat a közelgő hideg miatt. Tiszta, rendezett porta Igal egyik utcájában. A Balogh család hosszú évtizedek óta él itt, most azonban az idős házaspárnak el kellett hagynia otthonát, mert nem várt látogatók lepték el a házat, méghozzá siklók. Hívott anyu, így szerintem csütörtök délelőtt, hogy csináljak valamit, segítsek, mert konkrétan észrevették, hogy jönnek elő a nyári konyhából, amit már sajnos megsemmisítésre került. Hogy észrevette, a mosogatás közben előjött. Szólt a tesóménknak, hogy először azt próbálta valahogy intézni, de hát elment, és akkor megint előjött, és akkor szólt már tesóménknak, hogy jöjjenek, mert akkor itt már valami van. A siklók, bár hasznos hüllők, az otthonában mégsem szívesen látja az ember, így a család segítséget kérte a Dunadráva Nemzeti Park szakembereitől. Őt rögtön felhívtam, hogy nagyon nagy a probléma, és nem tudjuk elhárítani, nem tudunk vele mit kezdeni, konkrétan a falambériából észlelték legelőször, és akkor az volt a megoldás, azt találták ki, hogy akkor megbontják a lambériát. Nálunk minden lambéria és járólap volt, nagyon rendezett a körülmény, nem is értettük, hogy ez hogy történik, itt nem volt, soha nem észlelték azt, hogy most ilyen problémánk lenne. És akkor megtörtént a lambéria elbontása, ehhez kaptunk embereket, jöttek az önkormányzatok, mindjárt jöttek, segítettek. Ehhez azonban a nyári konyhát, majd később a fürdőszoba egy részét is el kellett bontani. Mindkét helyen találtak levedlett siklóbőröket. Hát ez egy rész, tehát ez nem minden, itt még volt több, van több, és nagyon bízunk benne, reménykedünk, hogy megszabadulunk tőlük, de nagyon nehéz. Néhány példányt sikerült befogni és máshol szabadon engedni, de sok levedlett bőrt is találtak, például a fürdőkád alatt. Szegvári Zoltán azt mondja, azért telepedtek meg az erdei siklók a háznál, mert a tél közelettével meledéket kerestek. Nem itt a ház és a település közvetlen környezetében élnek ezek, itt ez az utca egy patakvölgy felett helyezkedik el, ahol természetszerű élőhelyek vannak, és nagyszerű élőhelyet biztosítanak egyéb védett fajoknak is, nem csak a siklóknak és a hüllőknek. Viszont ilyenkor, amikor a hidegfront beköszönt, az ősz elkezdődik, akkor egy magasabb térszintre vonulnak fel, és ott keresnek megfelelő üregeket, réseket a téli vermelésükhöz. Idén nagy valószínűséggel már nem bújnak elő a siklók, hiszen úgymond téli álmot alszanak. A Balogh család otthona azonban lakhatatlan marad, 40 év munkája vész így oda. Az idős házaspár átmenetileg a gyerekeiknél lakik. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Rendkívüli közgyűlés, a rendőrségi feljelentés után most egyeztetésre készül az Éjjel-Szekszárd. Még mindig sok élelmiszert dobunk ki, tudatos fogyasztással kerülhető el a pazarlás.
Több szakember nem kapott behajtási engedélyt Szekszárdon, jogszabályváltozásra lenne szükség. Együttműködésre van szükségük, a projekt alapú oktatással az életre nevelik a diákokat. Csütörtökön reggel elgyengül várhatóan az eső, napközben inkább csak elszórtan előforduló szemerkélés lehet, de este ismét eleredhet. Egész nap erősen felhős idő lesz, reggel még erős északnyugati szél fúj, de délelőtt mérséklődik a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!